pár nap, és itt a karácsony. Idén viszont mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk az ünnepi menő összeállításához. Mert ha van még abból, amit keresünk. Nem tudtam tojást venni a boltban pénteken 11-kor, mert konkrétan nem volt. Ez így karácsony előtt rohadt nagy gond. Az álsapka jót tesz, vagy csak megnehezíti a bevásárlást. Engem Barbarának hívnak, és ennek néztünk utána az ajszűrőben. A kormány 2021 őszén áscsopot vezetett be egyes élelmiszerekre, például a cukorra, lisztre, étolajra, idén novemberben pedig a tojásra és a krumplira is. A magas inflációért a kormány többek között a háborút és a nyugati szankciókat okolja. Az áscsop szerintük ezt hivatott enyhíteni. A benzin áscsop egy évig tartott, pár hete azonban a kormány belátta, hogy nem fenntartható. Az élelmiszer áscsopot azonban meghosszabbították tavaszig. Hogy az álsapkáknak milyen hatásai vannak, arról Prinz Dániel közgazdászt kérdeztem. Az álsapkát a kormány azért vezette be, mert bizonyos termékek, például a benzin, illetve különböző alapvető élelmiszereknek az ára nagyon gyorsan nőtt. Az ársapkával a fő probléma az, hogy hiányt okoz, mégpedig azért, mert egy adott áron az emberek többet fognak akarni vásárolni abból a termékből, mint az ársapkánál magasabb piaci áron. A termelők, vagy a boltok, vagy a benzinkutak viszont kevesebbet fognak akarni eladni, mint a piaci áron. Így összességében a kettő között egy különbség alakul ki, és ebből lesz az áruhiány. Bár itt a piacon nem él az árstopp, az árokon mégis érződik a hatása. Se tej, se cukor, se tojás, de azért a nem létező árkülönbözetet pakolják rendesen a többi árura. Az élelmiszerek esetében a szupermarketek az ársapka miatt keletkező, kieső bevételeket, azokat nagyon könnyen el tudják osztani az összes többi fogyasztási cikk között. 2022 tavaszán a kormány a rendkívül magas költségvetési hiány miatt több szektorális különadót is bevezetett, és ezek közül volt az egyik a nagy szupermarket láncokra kivetett különadó. Az ilyen típusú adókról azt lehet tudni, hogy ezeket valamilyen arányban ezek a cégek áthárítják a fogyasztókra, áremelkedés formájában, ami tovább növeli az élelmiszereknek az árát. A magyar infláció Európában rekordmagasnak számít. A novemberi 22,5%-os adattal az első helyre ugrott Magyarország. Az élelmiszerárak esetében még rosszabb a helyzet. Ott 43,8% volt az emelkedés az előző évhez képest. A hatósági árakkal sikerült elérni Európa legnagyobb inflációját, és még az áruhiányt is. Bravo! Kinek mit intézett a kormánya? 2022 elején, amikor a kormány pénzt osztott ki az embereknek, ezek élénkítik a gazdaságot, több pénzt hagynak az embereknél, több fogyasztásra adnak nekik lehetőséget, tehát alapvetően ezek is gyorsítják az inflációt. És ha már itt tartunk, maga az ársapka is növeli az inflációt. Ezt a jegybank elnök Matolcsy György még számszerűsítette is. 3-4%-os veszteséget okoz, azaz inflációs többletet okoz. Az ársapkák alkalmazása. Azonnal ki kell vezetni. Most mégis azt látjuk, hogy az árstoppok április végéig maradnak. De ez mire megy? A pénztárcánkra vagy a szavazatunkra? Csak a szavazók kedvében akarnak járni. Csak azok nem fogják fel, ez milyen következményekkel jár. Hogyha egyszer bevezetsz az ársapkát, akkor nagyon nehéz kivezetni. Közgazdasági szempontból az fogja itt okozni a nehézséget, hogy egy hirtelen árugrás következhet be, aminek nem fognak örülni a fogyasztók, és ezért próbálja a kormány valószínűleg minél több ideig kiterjeszteni az ársapkát, illetve egy olyan időpillanatban kivezetni, amikor ez az ugrás viszonylag kicsi lesz. Hasonlót láttunk a benzinársapka kivezetésénél is. A hatósági árat akkor törölték el, amikor az üzemanyagok világpiaci ára relatíve alacsony volt. De mi van azokkal, akik nem engedhetik meg maguknak a drágább termékeket? Több nyugat-európai országban látható az, hogy a kormányok igyekeznek célzottabb intézkedésekkel segíteni a nehéz helyzetbe kerülőket. Ebbe beletartoznak például az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerülők, tehát akiknek nagyon gyorsan emelkednek az energiaszámláik, illetve általában a különböző okokból nehéz helyzetben lévő csoportok. Németországban is nőnek az árak, nem csak Magyarországon. A különbség az, hogy a német fizetésekből nem gond kifizetni, a magyarból annál inkább. Az inflációnak
az egy fontos jellemzője, hogy egy idő után öngerjesztő folyamatok alakulnak ki különböző csatornákon keresztül, és hogyha elszúrod az infekció, akkor nehéz megfékezni. Talán a legegyszerűbben elmagyarázható ilyen öngerjesztő folyamat az, amit árbér spirálnak neveznek, amikor gyorsan nőnek az árak, akkor nőnek a dolgozóknak a bérkövetelései is, a dolgozók bérköveteléseinek a növekedése miatt viszont tovább nőnek az árak. Az a típusú infláció, amit most látunk, hogyha már erre a szintre eljut, azt nehéz elképzelni, hogy úgy lassuljon érdemben, hogy senkinek nem csökken az életszínvonala. Az ársapkák tehát ahelyett, hogy segítenének, inkább csak növelik az inflációt. Az egyre magasabb árakat pedig egyre kevesebben tudják kifizetni. Bár ez elég rosszul hangzik, de hosszú távon ez segíthet lefékezni az inflációt és kilábalni a válságból. Te mit gondolsz az ársapkákról? Neked segítettek a karácsonyi bevásárlás előtt? Írd meg nekünk kommentben! Ha pedig tetszett a videó, iratkozz fel YouTube csatornánkra és kövess minket Facebookon!